Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntöm a Kalcak Televízió nézőit, a kedves tévénézőket és rajtuk keresztül a város lakosságát szeretném tájékoztatni a koronavírussal, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről, amik a városban történtek. Nyilvánvalóan ezek az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy lehetőség szerint fel se bukkanjon városunkban ez a járvány, de ha mégis ez megtörténne, akkor minimalizálni tudjuk a fertőzések veszélyét, illetve a járvány elterjedését. Ennek megfelelően azokat az intézményeket, ahol sokan tartózkodnak, azokat kénytelenek voltunk bezárni. Meghatározatlan ideig szüneteltetjük a tevékenységüket. A kormány már elrendelte, hogy az oktatási intézményekben távoktatás keretén belül történjen a tanítás. Ennek megfelelően a város középiskoláiban és általános iskoláiban a mai naptól, hétfőtől ez már beindult, és ennek megfelelően a gyermekeknek a nagyon nagy százaléka otthon tartózkodik, és otthon kapják meg a tanulással kapcsolatos összes tudnivalót. Hasonlóképpen döntött a város az óvodák és a bölcsődék esetében is. Itt is a mai naptól kezdődően szüneteltetjük a nevelési munkát. Ez azt jelenti egészen pontosan, hogy ügyeleti feladatot látnak el az óvodák. A gyermekeknek itt is a jó része, mondhatom, hogy 90%-a otthon tartózkodik, és csak azok a gyermekek maradnak az intézményben, akiknek a szülei nem tudnak gondoskodni a gyermekek elhelyezéséről. Ez egyaránt vonatkozik az óvodákra és a bölcsődékre úgy szintén. Jelen állás szerint az oktatási nevelési intézményekkel így járunk. Reméljük, hogy további szigorításokat nem kell bevezetni, mert még könnyen elképzelhető az is, hogy teljes zárlatot kell elrendelni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy remélem, hogy erre nem kerül sor. Hasonlóképpen egy másik és talán a leginkább kitett lakossági réteggel is foglalkozni kellett, és elsőként az idősek otthonát zártuk be, és minden olyan intézményt, amely az idősek életével kapcsolatos, de bezárásra kerültek a közművelődési intézmények is, a Dél-Rénél Művelődési Központ, a könyvtár, a sportintézmények, és döntöttünk arról is, hogy a városi strandfürdő a kempinggel egyetemben és a reumatológiai kiszolgáló egységgel egyetemben szintén meghatározatlan ideig bezárásra kerül. Mindezek a rendelkezések nagyon kemények és példanélküliek, tulajdonképpen a életünkben ilyen még nem fordult elő, de ilyen helyzet sem fordult elő, tehát olyan komoly a veszély, hogy mindenképpen szigorú intézkedéseket és lépéseket kellett megtenni ahhoz, hogy a Kalcag lakosságát megvédjük, megóvjuk ettől a járványtól. Ez a legfontosabb feladatunk, az emberi élet és egészség védelme, minden ez alá rendelünk alá. Nagyon komoly munkákat folytattak már eddig is munkatársaink, az intézmény vezetők, az ő munkatársaik, és úgy gondolom, hogy ez a nagyon nehéz és komoly munka, ez hosszú időn keresztül még folytatódni fog. Minden olyan intézkedést, lehetőséget kihasználunk, ami a fertőzések csökkentését és annak megállítását szolgálja. Megfelelően el vagyunk látva különböző védőfelszerelésekkel. Az alapellátásban például ez rendkívül fontos, de más egyéb intézményekben is természetesen intézményeink fel vannak készülve arra, hogy akár több hónapon keresztül is állják a sarat és tudjanak fertőtleníteni megfelelő szinten. Én kérem a Kalcag város lakóit, hogy a saját és mindannyiunk érdekében tartsák be azokat a higiéniai szabályokat,
azokat az együttélési szabályokat, ami ilyenkor megkövetelendő. Lehetőség szerint valóban csak a legfontosabb esetekben menjenek el különböző intézményekbe, menjenek el bevásárolni, tehát minden olyan közös rendezvény csoportosulást próbáljanak elkerülni, ami a járványveszélyt fokozza. A Városházán is komoly intézkedéseket tettünk, hogy valóban csak a legfontosabb ügyekben keressenek fel bennünket a önkormányzat helyiségeiben, csökkentve ezzel is a járványveszély terjedését. Köszönöm a figyelmet, és hogyha bármilyen kérdés lenne, akkor állok rendelkezésre. Biztosította a gyerekeknek az étkeztetés, ahogy korábban, amikor iskola rendszerben ment? Természetesen igen, tehát az önkormányzatnak a közétkeztetés az egy feladata, és a mai délelőttön történt meg az egyeztetés a közétkeztetőkkel, illetve az intézmény vezetőkkel. Azt el kell, hogy áruljam, hogy már a hétvége folyamán természetesen egyeztettem én az intézményvezetőkkel, és kértem tőlük, hogy egy felmérést mindenképpen végezzenek a gyermekek szülei körében. Ez jó részt megtörtént, és ennek megfelelően fogunk eljárni. Tehát aki az ügyeleti rendszer tudja csak választani, bármelyik oktatási nevelési intézményben, azokat helyben fogják tudni elfogyasztani az ebédet, 10 órait, stb. Aki pedig úgy dönt nagyon helyesen, és megteheti azt, hogy otthon marad, azoknak a lehetőség biztosítva van arra, hogy elvigyék az élelmet. Ez azt jelenti egészen pontosan, hogy a közétkeztetők kicsomagolt formában fogják biztosítani számukra az ebédet. Mindenkit kérek tehát arra, hogy nagyon fegyelmezetten és odafigyelően járjon el. Ez mindannyiunknak a közös érdeke, hogy ezt a veszélyt, ezt a fertőzési lehetőséget a lehető legkisebb bajjal és gonddal tudjuk átvészelni. Köszönöm a megértésüket!